Ilyen május elseje, pénztárcánknak üres a belseje, mert az összes pénzünket társasjátékokra költöttük. Üdvözlök mindenkit hatalmas nagy szeretettel. Sziasztok, én Győri Zoltán Gábor vagyok, ez pedig a Mit játszunk vlog. A következőkben pedig május elseje a munka ünnepe kapcsán hét remek munkás lehelyezős, azaz worker placement társasjátékot szeretnék megemlíteni. Anélkül, hogy jobban ilyen társasjáték szakmai részekbe merülnék, gyorsan megemlítem, mi az a munkás lehelyezés. A munkás lehelyezés, avagy worker placement, ez egy mechanizmus, nagyon sok különleges, elsősorban eurótípusú, kisebb szerencsefaktorú társasjáték használja. A lényege, hogy a játékosoknak vannak különböző egységeik, bábuik, és egy akcióhoz rendeli le őket. A játékos a körében megfogja az egyik ilyen bábuját, munkását, emberét, vagy attól függ, hogy miért, meg fog is lehelyezni egy olyan pozícióra, ami általában ad neki valamit. Ezt nagyon sokféleképpen használja sok társasjáték. Ebben a videóban igyekeztem olyanokat válogatni, amik viszonylag könnyebben elérhetőek magyar nyelven. Nagyon-nagyon sok ilyen munkás lehelyezős társasjáték van. Igyekeztem nem a legjobbakat, hanem olyanokat válogatni, amik különlegesebbek, érdekesebbek, és nem utolsó sorban viszonylag könnyebben elérhetőek a nagy közönség számára. Mik ezek? Lássuk! Amikor felmerült bennem, hogy munkás lehelyezés, azonnal jött a válasz Agricola számomra, ez a munkás lehelyezős társasjáték. Nagyon alapvető. A játékosok egy gazdaságot üzemeltetnek, alapvetően két munkás egy pici családdal indítanak, ezt bővíthetik a játék folyamán, és megpróbálják úgy ritmizálni a különböző dolgokat, úgy alakítani az eseményeket, olyan pozíciókra bejuttatni a kis emberéket, hogy minél gazdagabb gazdaságot tudjanak üzemeltetni. Számomra ez az alap, és mindenképpen ajánlós, hogyha alapvető munkás lehelyezős játékot kerestek, az Agricolát ki ne hagyjátok. Sokan, amikor meghallják ezt, hogy worker placement, akkor rettetes, a homlok ráncoló gamer, ultra extravaganza dologra gondolnak, pedig nagyon könnyen lehet akár családbarát játék is. A Stone Age-ben pedig tökéletesen remekel ez a mechanizmus, mint központi kis fejlesztő lehetőség. A játékosok egy ötfős családdal indulnak, és szépen lassan bővítgetik, elmennek vadászni, elmennek fát vágni, elmennek szaporulni, elmennek egy csomó klassz dolgot csinálni, és ezen a mechanizmuson keresztül egy csodálatos stratégiai útvonal nyílik ki a játékosok számára, és hogy ez egy családi játékként hogyan működik, próbáljátok ki a Stone-t, és látni fogjátok, hogy milyen remekül. A következő játék nagyon szépen rávilágít számomra, hogy mennyire gazdag világ ez a rendkívül egyszerű alapmechanizmus. A Zolkinban ez egy dinamikus munkás lehelyezős játék. A játékosok lehelyezik a munkásokat egy bizonyos pozícióra, akkor ér valamennyit. De az idő múltával, hogy ezek az elképesztően látványos fogaskerekek szépen lassan mennek, egyre értékesebb lesz az adott munkás. Igen, ám csak amíg azt a bizonyos pozíciót értékesíti az adott munkás, addig sem tudod használni. Na, ez már egy meglehetősen kemény gamer játék, viszonylag trükkösebb a beszerzése, de hogyha szerettek egy igazi egészest és nagy erős gondolkodós társasjátékot, a Zolkinati játékotok, és nagyon-nagyon ügyes variánsa ennek a bizonyos munkás lehelyezésnek, úgyhogy szerintem abszolút említésre méltó és abszolút bérelt helye volt ezen a listán. A Pillars of the Earth című társasjáték. Nos, ez a játék Michael Menzel munkája, gyönyörű látványvilággal rendelkezik, nagyon jól működik számomra a téma is. A katedrális épül, és megpróbálunk részt venni a katedrális épültében úgy, hogy hozzájárulunk különböző díszítésekkel. Dupla hullámban történik a munkás lehelyezés, bizonyos emberek bizonyos erőforrásokat próbálnak meg kicsikarni a játékból, és az, hogy milyen sorrendben tudjuk aktivizálni a különböző mezőket, ez bizony kőkemény licittel történik. Szerintem egy középnehéz gamer játék, most már talán picit könnyebb hozzájutni, hogyha szeretitek az igazán jól tematizált társasjátékokat, ilyen középkori hangulatban, akkor a Pillars of the Earth nem csak mint munkás lehelyezős, hanem mint nagyon szép irodalmi feldolgozás is mindenképpen említésre méltó. Szerintem a Viticulture, annak is az Essential Edition változata, az egyik tematizáltabb munkás lehelyezős. Sok játékot érzek egy picit absztraktnak, olyan a téma, de nem így a Viticulture esetében. Tényleg konkrétan borbirtok tulajdonosnak érzem magam, van mestermunkás, aki egy picit többet tud, mint a többiek, és akkor a többieket tudom ügyesen a különböző munkacsoportokhoz rendelni. Nagyon sok játéknál picit megúszós a téma, itt nagyon-nagyon jól áll, és tényleg azt érzem, hogy nem a mechanizmushoz kerestek valami témát, hanem a témához találtak olyan mechanizmust, ami kimaxolja azt. Tökéletesen működik. A következő játékot egy pici off történettel kezdeném. Amikor hazaérkeztem a Szélrefel című játékkal, akkor a feleségem arca, hogy lehet működő egy bánya, egy német Glück auf Szélrefel jó szerencsét társasjáték. Nagyon-nagyon-nagyon könnyen. Kramer Kiszlig játék. Euró gondolkodós, és nagyon ügyes benne a munkás lehelyezős rendszer.
A legtöbb munkás lehezős játék úgy működik, kis kivétellel, hogy ahova én már mentem, oda más nem mehet. Kezd az Agricolától a Stalkinon át, általában az egy foglalt pozíció. Nagyon ügyesen oldja meg a színre fel, hogy ahova én megyek, oda jöhet a többiek, de egyet több munkást kell oda tenni. A mindegyik játékos egy adott fordul elején adott számú munkással kezd, játékos számtól függően, és fogynak a munkások is, mint egy ilyen erőforrást kezeli a munkásokat, hogy mehetek én oda, ahol már mások is vannak, csak nagyon hamar el fognak fogni a munkásaim, és folyamatosan drágulnak bizonyos pozíciók. Hú, de jól áll ennek a játéknak ez a téma, és nagyon-nagyon szépen gördülékeny egy órájában, tök jól működik 2-3-4, ez egyik legkülönlegesebb munkás lehelyezős játék a színre fel, ami nem tettétek volna, próbáljátok ki. A következő játék dobókockákat használ munkásoknak, dobókockás lehelyezős társas játék, ilyet már láttunk párat, de nekem ezek közül a kedvencem a Marco Polo utazós, legalábbis azt sugallja, hogy érdemes utazni, de hát attól függ, igazi, kemény, számogatós eurójáték, és nagyon tetszik nekem, hogy játékosok 5 dobókockával kezdenek, alapesetben ez icipicit különleges képességenként változhat, dobunk az 5 dobókockával, és az adott dobókockákat helyezzük le bizonyos pozícióra, és nagyon szeretem benne, hogy nem feltétlenül a nagyobb érték számít jónak. Szerintem alapvető, hogy egy dobókockát használó játékban ne a nagy dobás számítson jónak, minden attól függ, igazi gondolkodós és abszolút említésre méltó, és egyébként megjelent magyarul is. Játsszátok, mindenképpen érdemes. Ha tetszett a videó, akkor kérlek, dobjatok egy lájkot, esetleg egy megosztást. Remélem, hogy így a május 1-i munkás lehelyezős videó meghozta a kedveteket ahhoz, hogy kipróbáljátok ezt a különleges mechanizmust. Remélem, mi hamarabb találkozunk. Addig is jó játékot. Sziasztok!